Nőtt az erdőtűz miatt kitelepítettek száma Görögországban. Már több száz embert költöztettek biztonságos helyre hatóságok a Korinthoszi-öböl partjánál. A kiürített települések száma 12-re nőtt. Csak nem 20 négyzetkilométernyi erdőt perzseltek fel a lángok, újabb izraeli légicsapás Gázában globális versengés az északi sarkvidékért meghalt Puhl Sándor, a legismertebb magyar futballbíró rekordot döntött a belső menekültek száma a világon tavaly tűzvész elől menekítik az embereket a Korinthoszi öböl mentén a világ legnagyobb jéghegye vált le az Antarktiszon a méhek világnapja van hú, valamennyi vakcina hatásos valamennyi koronavírus variáns ellen fellélegezhet az északi áramlat kettő kivitelezője először egyeztetett Blinken és Lavrov koronavírus, egyre több lehetőség Európában az oltási igazolvánnyal rendelkezőknek Gáza. A Hamász szerint közel a tűzszünet szentimentális az újranyitás Lyonban jöhetnek a beoltott turisták Európában Netanyahu. Vagy leigázzuk a Hamászt, vagy elrettentjük nem érvényes Magyarországon a külföldi védettségi igazolás a tűz megfékezéséért már több napja küzdenek, a helyszínen lévő 278 tűzoltó munkáját 12 repülőgép, 3 helikopter és 89 tűzoltóautó segíti, a tűzoltók igyekeznek megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek az Aténtól alig 40 kilométerre található Mégara városára. A lángok szerdán csaptak fel a fővárostól mintegy 90 kilométerre található tengerparti üdülőhely, Skinos mellett. A heves szél nehezíti az oltást. A füst elérte Atént is, arra kérték az embereket, hogy ne sportoljanak a szabadban.